Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mézes Madzag mikrofonjánál, Ónagy Ferencet hallják, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Keresztesi Pétert, a Bushido Spartan Kempó Debrecen elnökét, illetve egyik edzőjét, két danos mestert. Szia Peti, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Szia, sziasztok! Peti, ha azt mondjuk, hogy Kempó, akkor arra kérnélek, hogy néhány rövid gondolatban mutass be, légy szíves, ezt a harcművészeti stílust. Ugye a Kempo az egy stílus irányzat, és azon belül is egy speciális ágát űzöm én, vagy űzzük mi, a Zenbukán Kempót, ami igazából dr. Harnos Imre fejlesztett, és tett össze, ő rakta össze az egésznek a szellemi hátterét, illetve a mozgás kultúráját is ő gyűrte egybe több stílusból. Egy kicsikét bonyolult ezt az egészet megérteni, mert az ő filozófiája az volt, hogy számos harcművészetet űzött, és mindegyiket nagyon szerette, és mesteri szintre vitte. És ő azt látta, hogy valahogy ezeknek a keresztmetszetéből lehetne egy új stílus irányzatot kialakítani, ami talán funkciójában közelebb áll a régi, ténylegesen harctérre tervezett, vagy mondjuk utcára tervezett harci mozgásokhoz, meg gondolkodáshoz, és így született meg a Zenbukán Kempó, ami lényegében az álló harcot a földrevitelekkel, tehát a judo dobásokkal, és a földön pedig a jiu-jitsuval, a jiu-jitsu technikáit alkalmazva próbál egy komplex önvédelmi rendszert képezni. Akkor ez egy magyar találmány? Mondhatni, igen. Igen, tehát ez dr. Harnos Imre nevéhez fűződik. Úgyhogy igen, a kevesek közül az egyik magyar harcművészet. Hogyha a múltra tekintünk, még visszaemlítetted az úriembert, aki gyakorlatilag kitalálta ezt az egészet, nagyjából időben ezt hol kell elképzelni, milyen múltra tekint vissza a Kempó? A Zenbukán Kempó az körülbelül az 1960-as években kezdett szárnyra kapni. Ez Ausztráliában indult, mivel 1956-ban Harnos Imre ő ellenforradalmának titulálva neki el kellett hagyni az országot, és Ausztráliába menekült, először Franciaországba, majd Ausztráliába menekült, és ott kezdett el először oktatni, de akkor ő már javában birkózott, judózott, boxolt, és elkezdte a japán jiu-jitsut, és ott kezdtek kialakítani a saját stílusát. Alapvetően a Zenbukán Kempó, ez mondjuk az évtizedek alatt, mert azért több mint fél évszázadra tekint már vissza, ugye ez a harcművészeti stílus gyakorlatilag sokat változott, sokat fejlődött? Én, amiért ebben a stílus irányzatban maradtam, mert számos stílust űztem, annak az oka az, hogy ennek a stílusnak az alapvető mottója az, hogy aki jobb nálunk, attól mindenféleképpen szeretnénk tanulni. Tehát egy nyílt forráskódú rendszer, és én azt látom, hogy a természeti rendszerek is így működnek, abszolút önszervezően reagálnak, és nyílt forráskóddal reagálnak a külső behatásokra, és pont emiatt állandóan változik, és meghagyta a változás lehetőségét, nem csak szervezeti szinten, mármint szövetségi szinten, hanem az egyén szintjén is. Így sokkal inkább ráhelyezi az egyénre a felelősséget, mert ugye abszolút megvan nálunk annak a lehetősége, sőt egy bizonyos idő után bátorítjuk is a tanítványokat, hogy több stílus irányzatba próbálkozzanak, tegyenek próbát, versenyezzenek. Az országos bajnokságunkat leszámítva az összes versenyünk nyílt verseny, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy Kempó, Zenbukán Kempó szervezésű, bárki elindulhat, és ez azért nagyon jó, mert egyrészt nagyon jó kapcsolatokat ápolunk minden harcművészettel, tehát ez egy egészséges versenyzés, egy baráti megközelítése az egésznek, tehát nem ellenségeskedés, hanem tényleges versengés, ami jó nekünk, hiszen megmarad egy baráti kapcsolat, illetve le tudjuk mérni a tudásunkat, és el tudunk lesni olyan technikákat, amiket esetleg mások sokkal jobban, mélyebben ki tudtak csiszolni. Az előbb utaltál a tanítványokra, hát egy pár héttel ezelőtt volt szerencsém az ICER című sportmagazinunkban egyik
tanítványoddal, Tarcsengével beszélgetni, aki hát fantasztikus eredményeket produkált az elmúlt időszakban, többek között világbajnoki cím is például. Gondolom, egy nagyon büszke kétdalos mesterrel beszélgetek most, hiszen ha egy kicsit be kellene mutatni az egyesületet, akkor valószínűleg nem csak Csengét említed. Igen. Csenge most talán a klubunk jéghegyének a csúcsa versenyzési szempontból, de ez csak egy aspektusa ennek az egésznek. Tehát a Zenbukán Kempel ugyanannyira küzdősport, mint harcművészet. Már majd kitérhetünk esetleg, hogy mit értek ez alatt. De a lényeg, hogy igazából körülbelül egy olyan 4 éve indultunk egy a küzdősport szintjén és a versenyzés szintjén egy nagyon nagy fejlődésnek neki. Ez azt jelenti, hogy 4 éve még olyan 15 országos bajnoki címet tudtunk megcsípni. Aztán 27 volt, 2 éve 56, és aztán ebben az évben meg fogjuk haladni a 60 aranyérmet, és már 2 évvel ezelőtt már Európa bajnokaink voltak, most pedig Európa bajnokaink és világbajnokunk is lett. Tehát körülbelül ez a 4 éves ív így épült fel. Ezt nyilván megelőzte a részemről egy nagyon-nagyon tudatos változás. Nálunk azért annyiból egyedibb a képzés, amit nem nagyon látok sehol, ezt én vittem bele külön igényként. Én ugye a népegészségügyet végeztem, megcsináltam egy természetgyógyászati iskolát, és már gyerekkorom óta érdekelt nem csak a tanítás, hanem maga az egészség. Mi egyesületünknél egy egész komplex egészségfejlesztés is zajlik. Tehát törekszem rá, hogy megtanuljanak egészségesen élni, testi és szellemi szinten is. Rengeteget beszélek nekik, próbálom őket rávezetni, hogy hogy tudnák ők egyénileg elérni a saját maximális szellemi és egészségpotenciáljukat. Hamarosan innen folytatjuk. A Mízes Madzag vendége továbbra is Keresztesi Péter, a Bushido Spartan Kempo Debrecen elnöke, illetve egyik edzője, mindemellett kétdanos mester. Az első részben utaltál arra, hogy hát kitérhetünk ugye a harcművészet és a küzdősport viszonyára. Na hát akkor summa summarum, mit tudunk ebből leszűrni? Ez amúgy nekem, mint kempósnak, hát körülbelül egy évtizedbe tellett, mire összeállt a fejembe, és nem gondolom, hogy a teljes igazság nálam van, de egy biztos, hogy most azért még a harcművészet és küzdősport berkekben is nagyon-nagyon keverik a két fogalmat, mert ugye mind a kettő harci mozgást alkalmaz, és nagyon nehéz elkülöníteni, hogy most még mi. Én a körülbelül 16 év alatt, amit eltöltöttem a harcművészetekben és a küzdősportokban, arra jöttem rá, hogy magukat a harcművészeteket, azokat a harctérre tervezték, ezek harctérre tervezett mozgások, legfőképpen fegyverrel végzett mozgások, tehát egyetlen egy háborút sem vívtak puszta kézzel. A küzdősport jellege akkor kezdett el nagyobb teret ölteni, amikor a szúró, zúzó, vágó fegyvereket elkezdték leváltani a különböző lőfegyverek, és innentől fogva már egyre kevesebb jelentősége volt az előbb említett fegyvereknek. Miután már teret hódítottak a lőfegyverek, ezután ez a fajta tudás egy kicsikét szükségtelenné vált. Megmaradt tradíció szinten, de már ugye ezt sehol nem látjuk. Innentől fogva megjelenhettek a küzdősportok. Ezzel egyetemben ugye kialakult egy nagyon-nagyon erős közbiztonság is, és maguknak a szúró, vágó, zúzó eszközöknek a viselete is tiltott volt. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon se járhatsz késsel, vagy bármilyen ilyen jellegű fegyverrel. Vagyis hát járhatsz, de hogyha elkapnak, akkor számot kell adni róla. Szépen megjelenhettek azok a mozgásformák, amik puszta kézzel zajlottak. Ez körülbelül az 1960-as évekre lehet őket datálni. Miután ezek megjelentek, nyilván ezt a fajta tudást is le kellett mérni, a puszta kézzel végzett munkát, és megjelentek a versenyek. Onnantól fogva pedig már kialakult maga a küzdősport. Jó, természetesen a puszta kezes harci technikák jelen voltak, mint alapképzés a katonai képzésben is, tehát félreértés ne essék. Csak azt kell megérteni, hogy a pusztakezes technikák is a fegyveres technikákra
próbálták felkészíteni a harcosokat. És utána megjelentek a különböző küzdősport jellegű mozgásformák is, és a kettő én azt gondolom, hogy nagyon jól megfér és megél egymással, egymás segítve, vagy akár egymás teljesen mellőzve is. A küzdősport inkább arra törekszik, hogy egy adott versenyszámban, egy adott szabályrendszerben tudja a maximumot kihozni a harcosból. A harcművészet egy kicsikét távolabbra tekint. A harcművészet mindamellett, hogy a harci mozgásokból a maximumot próbálja kihozni, társul egy szellemi, lelki tanítással is, tehát az ember jellemét más utakon is próbálja csiszolni, mint mondjuk a kőkemény edzés és harci technikák csiszolása. A versenyeztetés mennyire megoldott itt Magyarországon? Ó, abszolút. Nekünk egy nagyon komplex versenynaptárunk van, szinte majdnem minden hónapban vannak versenyeink, kivétel a nyár, de nyáron is vannak profi, vagyis hát vannak egy profi kempó versenyünk valami ringben zajlik, de nagyon sok az olyan verseny, ami egy adhok jellegű, meghívásos jellegű versenyek. Most lesz például Székesfehérváron egy gyűjtés, egy gála, úgyhogy ezekkel együtt körülbelül egy ilyen 8-10-12 versenyünk van egy évben, tehát végig lehet versenyezni egy egész szezont, de mi ugye nagyon sok más versenyen is indulunk, más szervezetnél, úgyhogy aki igazából szeretne, az szinte minden hónapban akár 2-3-szor is versenyezhet. Nyilván nagyon fontos ugye a versenyeztetés az egyesületen, a klubon belül, de hát gondolom, hogy vannak azért olyanok, akik csak egyfajta ilyen testkarbantartás miatt járnak le hozzátok. Igen, abszolút ez is lehet egy nagyon jó indítéka annak, hogy valaki harcművészetet kezdjen el, hiszen a harci mozgások azok nagyon-nagyon összetettek. Azt gondolom, hogy csak fizikai síkon nagyon-nagyon nagy áldozatot követel az, hogyha ha valaki ezt csak magáért, a mozgásért akarja csinálni. Nagyon ritka ez. Mindenki keres valami mást, valami többlettartalmat is, mikor eljön és harcművészetet szeretne tanulni. De egy biztos, hogy nagyon leköti az agyat is, mivel ez az egyetlen olyan mozgás, ami azonnali visszajelzést ad, és az egész testet a szellemmel összehangolva komplexen kell tudni használni stressz szituáció alatt. És ezt talán egyik mozgásforma se tudja ilyen kiélezetten biztosítani az egyén számára. Minden korosztály megtalálható nálatok, és hát nyilván adja magát még a kérdés, hogy tehát hány éves kortól javaslod, ajánlod a Zenbukán Kempót? Nekünk ugye az iskolánk vagy akadémiánk már 4 éves kortól oktat. 3 korcsoportos bontásban vannak a 4-től 8 vagy 9 évesek, a 9-től 14 és a 14-től felfele. A 4 éves kor az az a belépő kor, amikor már olyan szinten azért tudatos a gyermek, hogy az alapvető rendtartást egy pár másodpercig kibírja. És ez ne okozzon benne óriási feszültséget. Azért ezt meg kell érteni, hogy most nagyon irreális környezetbe kényszerítjük bele a gyerekeket. Tehát én nem irigylem a tanárokat, mert azért sem, mert már nincsen semmi igazából, amivel fegyelmezni tudnák a gyerekeket. Másrészt pedig, ha már csak egy gyereket bezárunk a 4 fal közé egy zárt helyre, na az biztos, hogy olyan feszültség jön benne létre, amit valahol le fog vezetni, és az a környezete lesz. Mi azt vettük észre, hogy amikor táborozunk, és mondjuk kint vagyunk a természetben, a gyerekekkel semmi baj nincs. Ha van egy kicsi botjuk, akkor az a bot, az minden lesz. Az az összes fegyver, az összes kis autó, és egész nap el tudnak vele lenni. Mihely is bezárjuk őket, onnantól fogva már annyira nagyon-nagyon kell figyelni, mert hogyha mi oktatók egy pillanatra is levesszük a figyelmünket a gyerekekről, az egész rend megbomlik és szétesik, és nem lehet ilyen módon tudást átadni. Mondom, hogyha ez kint történik, a
kint a természetben, bárhol, ez sokkal egyszerűbben és természetesen megoldható. Nagyon-nagyon örülök egyébként, hogy ezt szóba hoztad, de hát, és bízom benne, hogy akárcsak én most nagyon sok szülő a rádió előtt, vagy ahogy hallgatják az adást, bólogatnak, és azt mondják, hogy hát milyen igaza van Péternek. Hát szerintem, akinek van gyereke, az tudja, hogy hát innentől kezdve, ha mondjuk esik az eső, és ott vannak a szobába, akkor talán még a kütyük is előkerülnek. Hadd nem mondjam, hogy ha gyerek veszít, akkor meg talán még egy picit idegesebb is lesz, és pont. Hát annak idején mi gyerekként talán eljátszottunk egész nap egy gumilabdával, most már kicsikét más világot élünk. Tehát tudjuk, hogy a küzdősport meg alapvetően fegyelemre, önfegyelemre is nagyon-nagyon sok mindenre megtanít. Hát, hogy Peti, te versenyzel-e még a mai nap is? Erre a következő zene után remélem, hogy megadod a választ. Folytatjuk a mézes madzagot, a vendégem továbbra is Keresztesi Péter, a Bushido Spartan Kempu Debrecen elnöke, egyik edzője, illetve két danos mester. No hát akkor az előző blokkot ott hagytuk abba, hogy fiatal ember vagy, ugye azt gondolhatnánk, hogy hát te is versenyzel. Így van-e? Jelen pillanatban nem. Ennek több oka is van. Én 10 évet végig versenyeztem. Nem volt egyszerű, több okból sem. Egyrészt ugye nekem Pestről járt le a mesterem, nagy áldozatokat hozva, heti kétszer, hogy tudjon minket oktatni. És ez egy idő után fenntarthatatlanná vált, és volt egy időszak, egy körülbelül 3 év, mikor teljesen idézőjelesen egyedül maradtam, és nem találtam a helyemet. Viszont a Kempóhoz elképesztően ragaszkodtam, és nem akartam elengedni. És ez volt az időszak, amikor megkaptam a klub vezetését is. Ekkor ugye még egyetemista voltam, egyetem mellett már dolgoztam, tehát el voltam foglalva, mindemellett ugye versenyeztem is, de így nem maradt igazából kapacitásom a saját versenyzőimnek a fejlesztésére. És egy 2 éve történt, hogy egy projektbe is belefogtam, ugye én a K-Fitness-t vezetem, és annak az egész építési, fejlesztési, műveleti részeit mindent én csináltam. Továbbá ugye ott volt a klub is. Úgyhogy én lemondtam a versenyzésről, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól tettem, mert sokkal jobban tudtam fókuszálni a tanítványokra, és ez meg is látszik az eredményeken. Jelen pillanatban körülbelül egy ilyen 25-30 versenyzőm van, és a műsor elején említettem, hogy milyen eredményeket tudunk felmutatni. Ez nem tudott volna létrejönni úgy, hogyha én is versenyzek. Tehát azért ezek nem játékversenyek, ezek full kontakt harcok, profi versenyzőkkel, akik mivel nyílt versenyeink vannak, és mester kategóriába indul az ember, lazán összekerülhet egy olyannal, akinek mondjuk lehet 3 éve, csak ez az élete ezzel kell, ezzel fekszik, és magán az Zenbukán Kempón belül is elképesztően jó versenyzők vannak. Tehát ezen a szinten már annyira kiélezett minden, hogy nem lehet félváról venni. Tehát egy olyan faktor, mint mondjuk egy edzőterem nyitás, és mondjuk egy 70-80 fős klubnak a vezetése, ez már olyan szintű figyelmet viszel, hogy el lehet menni versenyezni, csak azért egy óriási és felesleges kockázat. Úgyhogy én ezt akkor le is tettem, elkezdtem jobban figyelni a tanítványokra, és ez abszolút kifizetődött. Most értük el azt, hogy már a versenyzőink annyira profik, hogy például most nem tudtam menni velük, mert egy esküvőre kellett menni, és ők a Hungarian Sport Campo versenyen vettek részt. Ez egy 200 versenyzőt felvonultató, 3 országból jöttek versenyzők megmérettetés volt, és 13 aranyat tudtak elhozni. Ők már annyira összeszoktak, annyira tudják támogatni egymást, olyan erős elit harc közösség lett, hogy most érzem azt, hogy már nem kell annyira ott állnom mögöttük, mert már egymást is tudják segíteni, fejleszteni, támogatni, megbíznak egymásban. Ez egy nagyon-nagyon ritkaság, ez nekem 10-12 év munkámba tellett, mire ezt ki tudtam alakítani. Csak azt, hogy legyen 12-14 olyan versenyző, aki, hogyha baj van, ha kihívás van, össze tudnak zárni, és egymásért és egymással tudnak elképesztő eredményeket elérni. Kimondhatom helyetted a kulcsszót. Szerintem te arra gondolsz, hogy egy igazi nagy család vagytok gyakorlatilag.
Abszolút, egy nagyon-nagyon erős közösség vagyunk. Én mikor elkezdtem a Kempót, a technikai repertoárja mellett, amivel nem tudtam betelni az első 3 évben, egyszerűen akkora hatalmas a tudásanyaga, ami engem nagyon-nagyon vonzott, az a közösség. Én abszolút közösségi ember vagyok, talán kórosan is, és én a kezdetektől fogva a legnagyobb értéknek a közösséget tartottam, mert azt vettem észre, kitekintve egy kicsit a világba, hogy borzasztóan megbomlottak azok az alapközösségek, amik végig kísérték a kultúráinkat. Azok a programok, ahol ténylegesen 80-100-200 ember mondjuk a mezőgazdaságban együtt volt, azok az ünnepek, amiket együtt töltöttünk, és nagyon-nagyon atomizálódik az ember. És a modern technikai fejlődés ebben nem segít, akárhogy is próbálja, vagy akárhogy is arra próbál hajazni, hogy ez mégis social media, de valójában arról van szó, hogy egyedül otthon nyomkodod a telefonodat, és nézel egy képernyőt. Mondtad, hogy hoztál gyakorlatilag egy döntést a versenyeztetéssel kapcsolatban, azért talán föltehetem a kérdést, hogy egy kicsit se hiányzik? De, és most már én is vissza tudok menni újra versenyezni, mert ahogy mondtam, most már a tanítványok tudják segíteni egymást, illetve a feljövő nemzedékeket is. Ugye nekem Péter Zoltán tanítványom már nyitott egy új szakosztályt, illetve Muzsai András tanítványom viszi a 4-től 8 éves korosztályt, és ugye maga a Kempó rendszer is úgy van felépítve, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy az egyén felelősség vállalására helyezi a legnagyobb súlyt. Az első 2 évben ugye beilleszkedsz egy közösségbe, megtanulod magát a rendszert, és felszínesen megismered. Utána viszont már a körülbelül olyan kékövnél elvárjuk azt, hogy besegíts a klub működésébe, és edzéseket tarts, vagy valamit vállalj magadra. És ez nálunk, ezek a feladatok le is vannak osztva, de nem azért vannak leosztva, mert hogy én lusta vagyok, hanem azért vannak leosztva, mert meg kell tanulni azt, hogyha te valahol segítséget kapsz, már pedig, hogyha eljöttél harcművészetet tanulni, azért jöttél el, mert neked segítségre volt szükséged. Ha neked egy közösség valamit ad, akkor az a minimum, hogy valamit visszaadsz. És ez nem miattam, hanem ez magad miatt lesz nagyon-nagyon fontos. Mert ha csak kapsz, az egy szál. Az egy mondjuk érzelmi szál egy adott közösséghez. Ami igazából, hogyha jön egy életszituáció, az bármikor el tud szakadni. De hogyha a közösség is számít rád, már nem csak te a közösségre, akkor ez egy sokkal erősebb szál lesz, és azt látom, hogy sokkal jobban ott tartja az embereket a Kempóban ez a fajta felépítés. Te szerencsés ember vagy mindenképpen, mert azt csinálod, amit gyakorlatilag szerez, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha visszaemlékszel, és hát nyilván emlékszel, hogy mi volt az első élményed, hogy találkoztál a Kempóval, vagy az Embukán Kempóval, tehát gondolom nem úgy, hogy felkeltél 7 évesen, és azt mondtad, hogy na, akkor én mától ezt szeretném csinálni, és csak ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát akkor mi volt az a meghatározó élmény? Hát én nem 7 évesen keltem fel, hanem körülbelül egy ilyen 6 évesen volt egyfajta vízióm, hogy én harcos vagyok. És akkor ez úgy ott volt, nem nagyon foglalkoztam velem, rengeteg sportot űztem, tényleg nagyon-nagyon sokat. Mindig is szerettem kínozni magam, a határaimat keresni, a végtelenségig harcolni és kimeríteni magam. Erről már leszoktam. Vagyis hát próbálok. Egy olyan 10 évesen jött, amikor elkezdtem karatézni. Ezt csináltam olyan 4 évig, utána megint abban maradt. És utána erre nem tudok magyarázatot adni senkinek, de én már a Kempó előtt is kempóztam. Tudtam, hogy van egy olyan közösség, egy olyan életfilozófia, gondolkodásforma és mozgásforma, amihez én tartozom, csak még, vagy tartozni szeretnék, csak még nem találtam meg ezt a formát. Utána igazából egy barátom mondta, hogy van ez a Kempó, és amikor kiejtette, hogy Kempó, nekem olyan érzetem volt, minthogyha én ezt már abszolút ismerném. De akkoriban a Kempó nagyon-nagyon hírhet volt Debrecenben, mert egy ilyen 15 éve azért az, hogy ütünk, rugunk,
dobunk, földharcolunk, full kontakt, versenyeken megyünk, akár MMA-zunk, ez azért nem volt egy olyan gyakori jelenség, és szépen összegyűjtötte a legjobb harcosokat, akiknek már előképzettségük volt. Úgyhogy nekem egy ilyen közösséghez be kellett beilleszkedni, és ez nem volt egyszerű, mert akik már ennyire nagyon magas szinten űzik magát a harcművészetet és küzdősportot, és amikor ez itt indult, Debrecenben ez így indult, ez egy nagyon zárt közösség volt. Tehát nekem nagyon-nagyon kellett szeretni a kempót ahhoz, hogy én ott maradjak. Fél évig a nevemet se tudták. De én azt gondolom, hogy ezzel semmi baj nincs, mert már annyira megszoktuk, hogy mindent azonnal és ingyen kapunk. Kifizetem, kapcsolatom van, stb. Ha nem kell, eldobom, és megyek tovább. Ez itt nem működik, tehát a kempó mindig meg fogja tőled kérdezni, hogy ezt tényleg akarod? Biztos, hogy ezt akarod? Nekem tök mindegy, ha itt vagy, vagy nem vagy itt. Csak hozz egy döntést, és a döntésed lesz a te áldozatod, és ha meghoztad ezt az áldozatot, akkor viszont maradj ezen az úton, mert egy dolgot az biztos meg kell érteni, hogy minden egyes út, amit áldozattal teszünk meg, az ugyan oda fog vezetni. Tehát tök mindegy, hogy te egy festő vagy, vagy rádiós vagy. Hogyha neked ebben benne van a szíved és a lelked, és ezt te szereted csinálni, akkor ugyanazokat a tanításokat és életismeretet tudod magadévá tenni, mint bárki más. No hát, hogyha valaki kedvet kap, hogy kipróbálja ezt a remek sportágat, harcművészeti irányzatot, akkor az hol érdeklődhet, hol csatlakozhat esetlegesen hozzátok, hol edzetek? A www.kempo-debrecen.hu weboldalon minden információt megtalál, amúgy a Domb utcán vagyunk a Combat Clubban, két csütörtökön és szombaton vannak edzéseink, de most tervezzük, hogy ugye már van egy szakosztályunk, a Phoenix Debrecen, ők minden bizonnyal még most teremváltásban vannak, de ott lesznek az egyetem környékén, és tervezzük, hogy a K-Fitnessben is elindítunk egy felnőtt és egy gyerekcsoportot egy 4-től 8 éves csoportot, tehát egész sok helyszínen jelen leszünk. Hamarosan folytatjuk. Elérkeztünk a Mézes Madzag című műsorunk végéhez, azért egy pár percünk még maradt. Keresztesi Péterrel beszélgetek, a Bushido Spartan Kempó Debrecen elnökével, egyik edzőjével, illetve kédanos mesterrel. Peti, ha nem a kempóak, akkor mi? Tehát arra akarok kiukadni, hogy szoktál például kikapcsolódni? Mi minden más csinálsz még? Én nagyon-nagyon megszállottja vagyok az önképzésnek, és nem csak az önmagam, hanem a világ megismerésének. Tehát én nagyon sokat, hát nem, annyira nem sokat olvasok, mert vannak a nagy olvasók. Én olvasok, és nagyon sok podcastet hallgatok, nagyon sok dokumentumfilmet nézek, különböző csoportos képzésekre járok. Ez nagyjából kitölti az időm egy részét. A másik nagy része, ami nem kempó, hát ez elég nehéz, az nyilván ugye a munkám, a K-Fitnessnek a vezetése. Aztán, hát, ami kikapcsol, az a zene. Én DJ-ztem egy ideig, de most igazából csak magamnak néha-néha játszogatok, de inkább táncolni. Táncolni azt nagyon szeretek. Nagyon szeretek úgy nevetni, mintha az lenne az utolsó, tehát én általában visítva nevetek, és ez meg is maradt. Remélem egész életemben, erről nem tudtam leszokni. A gasztronómiát is nagyon-nagyon szeretem. Igazából az egészségfejlesztés keretein belül én igazából a táplálkozás tudományokra feküdtem rá. Annak minden egyes aspektusa érdekel, tehát számos cikket írtam erről, előadásokat is szoktam tartani, nem csak a tanítványoknak, hanem hogyha ide meghívnak az egyetemre, akkor itt.
és nagyon szeretem a gasztrokultúrát is, tehát a főzés is elképesztően kikapcsol, és amúgy ajánlom mindenkinek, hogy főzzetek magatoknak a saját kezetekkel elkészített ételt, semmi nem tudja pótolni. Nem tudjuk még mérni, hogy miért van ez, de az biztos, hogy mindenki érzi, hogy amit a mondjuk a nagymamát, vagy az anyukát főz meg, az se ugyanaz. Van valami energia, amit nem látunk, ugyanúgy, ahogy nem látod a wifi-t se, annak ellenére a wifi létezik és használod, tehát biztos vagyok benne, hogy egy idő után erre is megoldást fogunk találni. Úgyhogy maga a gasztrokultúra, a főzés, ezt nagyon-nagyon szeretek szépen teríteni, megveszem a kis hozzávalókat hozzá, külön tányérjaim vannak, és akkor ez is egyfajta kikapcsolódás. A hallgatóink talán gondolhatják, hogy mint edző is sokat utazgatsz, mert elég sok verseny van. Külföldi utazgatással mi a helyzet? Gondolom azért jó néhány országba eljutottál már a Kempónak köszönhetően. Bejártam a világ egy részét. Főképpen szüleim mutatták meg nekem a világot. Nekik köszönhetem, hogy rengeteg helyre eljutottam. Én éltem egy új évet Új-Zélandon, mint cserediák. Az egy érdekes év volt. 16 éves egy teljesen új kultúrát megismerni, egy teljesen új nyelvet elsajátítani. Igazából annyira a külföld most nem tölt be annyira jelentős szerepet, és olyan nagy vágyódásom nincs is. Valami miatt én mindig egy ilyen 2-3 hét után nagyon elkezdem hiányolni Magyarországot. Nem tudom miért, ez egy ilyen belülről jövő diszkomfort fog el, mikor már huzamosabb időt kin vagyok. Nagyon elkezdenek hiányozni az ízek, az itteni beszélgetések. Én nagyon szeretem az anyanyelvemet. Nagyon-nagyon kifejező. Tehát aki már élt kint és beszélt angolul, hát nem tudod, főleg, hogyha egy kicsikét verbálisabb fajta vagy, akkor nagyon börtönbe érzed magad. Nem lehet azt a finomságot kifejezni. Én legalábbis nem tudom más nyelven kifejezni, mint ahogy itt Magyarországon. Egy más tudatállapot uralkodik itt, annak ellenére, hogy próbálják degradálni magát a magyarságot, és ez legtöbbször mi magyarok tesszük magunkkal. De én azt gondolom, hogy már maga a nyelvünk is egy olyan intelligenciáról árulkodik, amit én nem tapasztaltam más helyen a világon, de nyilván az angolon kívül más nem is nagyon beszélek, de nekem pont elég ez. Szóval én nagyon szeretek itt lenni, és ide köt le az utazgatás most. Nemrégen voltunk Portugáliában, most tervezek egy Balkán körutat, illetve majd Toszkánát is, de a Kempóval olyan sokat igazából nem utazok, bár nemrégen voltam a Kazasztánban is, egy világbajnok ságon voltam bíró. Na hát az még egy nagyon-nagyon érdekes volt Asztanába. Körülbelül így tudnám ezt így megfogalmazni utazás terén. Egy utolsó kérdést engedj meg nekem. A beszélgetés során úgy mutattalak be többek között, hogy két danosmester. Terve van-e, hogy ez esetlegesen három danosmesterré módosuljon? Igen, most fog lejárni a kivárási időm. Ugye a harcművészetekben úgy van, hogy annyi évet kell kivárni, mint ahány danra mész. Én nekem most fog lejárni a három év 2020-ban, és pont most kértem meg a feketőves tanácsunk engedélyét, hogy a harmadik danos vizsgámat azt Ausztráliában tehessem le a nagymesterünk előtt. Még nem kaptam választ, de reménykedem, hogy ez sikerülni fog, mert csak gondoljunk bele, hogy 10 danos mesterből, hát nem tudom mennyi lehet, de biztos vagyok benne, hogy kevesebb, mint 10. Ja, és annak a valószínűsége, hogy valaki a stílus alapító mesterénél tud vizsgázni, annak elképesztően csekély, és azt gondolom, hogy ez egy olyan ritka és felemelő esemény tud lenni egy ember életében, amit kár lenne kihagyni. Természetesen, mint magánéletben, mint pedig a Kempóban, a fitness teremhez hát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk és jó egészséget. Tehát, hogyha van hallgatóknak bármilyen kérdése például a Kempóval kapcsolatban, ott vagytok a Facebookon is többek között, úgyhogy meg lehet benneteket keresni. Keresztesi Péterrel beszélgettem az elmúlt egy órában, a Bushido Spartan Kempó Debrecen elnökével, egyik edzőjével, két danos mesterrel. Köszönöm szépen, hogy itt jártál nálunk, Peti. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Kedves hallgatók, önök tehát a Mézes Madzagot hallották az elmúlt egy órában. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ó, Nagy Ferencet hallották.